Bács-Fekete-hegyen 4, Szikicsen 4 és Kishegyesen 5 választói körzetben tartanak helyhatósági választásokat. Mindhárom településen egyaránt 15 jelölt van. A helyi közösségi választáson egyének, valamint polgári csoportok jelöltjei indulhatnak az érvényes jogszabályok szerint. Szabó Krisztina mindenkit arra buzdít, hogy menjen el szavazni. Nagyon fontosnak tartom, hisz itt élünk Hegyesen, itt ide valósi lakosok vagyunk, és az iskolában fogok szavazni, itt a kísérleti általános iskolában, Ady Endrében. És hát fontosnak tartom, hisz ez a mi falunk, itt élünk, és úgy gondolom mindenkinek támogatnia kell a közösséget, és mindenkit csak buzdítani tudok arra, hogy menjenek minél többen szavazni. Rendkívül fontos, hogy az emberek részt vegyenek a választáson, megfogalmazzák véleményüket, ami után meg tud indulni a munka a következő 4 éves mandátumban, mondta Sárközi István, Kishegyes községi képviselőtestületének elnöke. A Vajdasági Magyar Szövetség Kishegyesen és Bács-Fekete-hegyen is egyéni jelölteket támogat, Kishegyesen 13 jelöltet támogat, 292 aláírással, valamint Bács-Fekete-hegyen 10 jelöltet támogat, 251 aláírással. A mi önkormányzatunk területén a helyi közösségek egy élő intézmény, kapcsolatban vannak a civil szervezetekkel, magával az önkormányzattal és más hatalmi szintek intézményeivel. A szavazás célja, hogy a jövőben az emberek bizalommal forduljanak a megválasztott tanácstagokhoz, akiknek elmondhatják problémáikat és javaslatokat tegyenek a megoldásukra. Ja apelujem na sve građane opštine Mali Iđoš da izađu što većem broju da obave svoju građansku dužnost. A važno je zbog toga da se da legitimitet savjetima mesnih zajednica u Feketiću, Loznicu i Malom Iđošu ako izađe veliki broj glasača. A polgárok vasárnap reggel 7 és este 8 óra között adhatják le voksaikat lakóhelyükön.